Full HD Klub. Filmek, sorozatok, meg minden. Ez itt újra a Full HD Klub. Sziasztok! Sziasztok! És ismét vendégünk van, méghozzá Villányi Dániel, olyan furi, mondhatom azt, hogy Villányi Dani? Mondhatod. Jó, és az életben nem mondtam azt, hogy Villányi Dániel, szerintem. Pedig régóta várok rá. Filmes újságíró? Azt szeretnéd így? Vagy mondjuk azt, hogy forgatókönyvíró? Az is jó hangzik. Mind a kettő. Mi meg vagyunk, akik vagyunk. Na jó, Szőlőskei Gábor is itt van természetesen. És Timár Ágnes természetesen. Igen, és hogy az van, hogy én egy vallomással kell, hogy kezdjem. Ajaj. Sziasztok, Ági vagyok. Nem láttam a Sárkányok házát. Még egy kérdés, és a Trónok harcát? Azt láttam. Na jól van akkor. Elejétől a végéig? Igen. Igen. És láttad a lelkesedést az arcon? Azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy nem láttad a Sárkányok harcát? Igen. Házát. És ezután se tervezed? Sárkányok harcát. Hát az az igazság, hogy volt egy ilyen tervem, hogy megnézem, de aztán rájöttem, hogy semmire nem emlékszem abból a rohadt Trónok harcából. Tehát tuti, hogy valamit bele kellett volna néznem, vagy előolvasnom, vagy mit tudom. Én tudom, hogy az előzmény, de akkor is, hogy így. És azt mondtam, hogy nem. Mert ennél se időm, se energiám nincsen. És én nem szerettem a Trónok harcát. Uh-huh. Ezzel most egyedül vagyok? De hogy az elejétől a végéig nem szeretted? Nyilván volt benne azért hullámzás, meg volt olyan, hogy azért tudod, visz magával, mert egy jó szappanopera azt simán elvisz magával. Tehát érted, hogy csomó simán szélsőséget beleraknak, hogy sárkányok, meg mit tudom. Vannak ilyen elemei természetesen, igen. De például nem tudom, én azt vettem észre a Trónok harcánál, hogy még az is ott ragad előtte, igen. Akinek nem áll közel egyáltalán, például édesanyám is, neki ez durva, tehát ő nem nézi ilyen, nem szereti, amikor ilyen durva, véres, meg ilyen, tényleg ilyen tartalmak vannak benne, és végigpörgette az egészet, mert elkezdte, tudom, hogy egyáltalán nem neki való, és aztán valahogy vitték a karakterek, vitték az események, lehet, hogy ezek az elemek, de végignézte, igen, és abszolút. Hát azért volt benne abban több is, mint egy szappanopera. Persze, hogy ne, ez most csak ilyen sarkítás. A kosztümös királydráma, igen. Hatalmi harcok, a fantasy rajongóknak is nyilván, de ez megint egy másik célközönség, szóval elég sok mindent sikerült összesűrítenie, és a Sárkányok háza meg sokkal jobb, mint a Trónok harca vége, úgyhogy ilyen szempontból érdemes adni neki egy esélyt, szerintem. Ezzel egyetértek egyébként. Más azért a Sárkányok háza. Folyamatosan éveket ugrunk akár, ugye a film, vagy az évad első felében más karakterek játsszák a főszereplőket, még fiatalok. Ja. És aztán van egy nagy időugrás, és a második lecserélik őket. A második öt részben pedig már új színészek, és azt is például nehéz átbillenni, hogy azt a karaktert már egy másik színésznőtől látod. Ugye a második évadnak ez már egy hozadéka, hogy itt erre nem lesz szükség, tehát tudsz menni azzal a karakterrel. Hány epizódos volt az első évad? 10, az első évad 10, a második már 8, és úgy tudom, hogy innentől a 8-at akarják tartani, meglátjuk, hogy ez elég. Kicsit kevésnek tűnik amúgy a 8 a másodikra. Mondjuk az igaz, hogy ezek az epizódok ilyen egyórások, szóval. Igen, tehát ezek azért hosszúak. De hogy a Sárkányok háznál a második felére, vagy a végére éreztem úgy, hogy na ez most már tényleg az, ami a Trónok harca tényleg a jó idejében volt. Már mikor a karaktereket volt már a jó ideje? Hát ugye a közepén. Igen, egyébként igen, a közepén nagyjából. Az elején is tényleg jó megműködik, de a közepére de akkor nagyon kifor, és irtózatosan erős, merész húzások vannak benne, és nagyon visz magával, nagyon mész a karakterekkel, és tényleg a végére rontották csak el, de a közepe az tényleg ilyen nagyon-nagyon erős. És akkor itt a végénél, tényleg az utolsó pár résznél éreztem azt, hogy na, ez most már Trónok harca szintű, és már jobb Trónok harca szintű élmény. És a Sárkányok házánál ez annál is inkább bravúr meg ígéretes szerintem, hogy a Trónok harcánál ugye az nem sikerült a végén, hogy azokat a történet szakaszokat már nem tudták jól megírni, leginkább az írással volt a baj, amik már nem voltak még regényben, hanem csak megkapták a George R. R. Martintól a vázlatot, hogy nagyjából mi fog történni, és akkor arra felhúztak valamit, ami egyrészt össze volt csapva, már olyan értelemben is, hogy zanzásítva, tehát nagyon sok összesűrítették, hirtelen lezavarták az eseményeket. Másrészt meg nem igazán volt ilyen íze-bűze, hanem ilyen tényleg csak, hogy akkor történjenek meg a dolgok.
A Sárkányok házának viszont nincsenek irodalmi alapjai, olyan értelemben, hogy ebből nincsenek regények, hanem a Martinnak van egy ilyen kötete a Westeros történelméről, amit mintha egy fiktív korabeli történelemkönyv lenne, amit egy mester megírt. És abban... Kicsoda? Hát azt most már nem emlékszem, hogy hív. Ki volt a fiktív óvárosi mester, és hát ezeken egy pár oldal... Éder. Hát az, ami a Sárkányokházi történet, az egy pár oldal így le nagyon összefoglalva, és akkor ebből sikerült viszont most olyan, ezt úgy kibontani, ami már teljesen a forgatókönyvírók érdeme, akik ezen dolgoztak, meg a showrunnerekkel, meg stb. És ebben sikerült eljutni olyan színvonalra, mint a Trónok harca volt a legjobb pillanataiban. Tehát, hogy itt ez reménykeltő folytatásra nézve is, hogy akkor itt nem fognak elfogyni, vagy nem ezen múlik a dolog. Nem, mert ott is voltak ötletek, csak olcsó ötletek voltak egy idő után már. Tehát, hogy az, hogy minden epizódban kell, hogy a szexualitás és az erőszak, az valamilyen formában néha ugyanannál a percnél meg kell, hogy jelenjen, tehát azért az így... De egyébként ez papírforma, ez a, hogyha kevés anyagból jobb szokott születni. Tehát, hogy ezért a novellákból jobb adaptációk születnek, mint regényekből. Tehát van egy jó alap, amit aztán akár jobban ki tudnak és a saját ki tudnak dolgozni egy kicsit tágabb értelemben. Meg sokszor. Hát, hogy nem kényszerülnek rá, hogy nagyon azt akarják minél hűbben filmre vinni, ami mondjuk egy remek mű regénynél szinte átültetetlen. Ezért félek a közelgő Harry Potter sorozattól. De én azt amit nem ugye is értem, teljes hogy abból könyvhűen akarnak majd. Igen, megtenni. Tudom, de hát nem az az adaptálás lényege, gondolom, hogy hát bekezdésre megcsinálunk valamit. Milyen jó, hogy a Forrest Gump című könyvet a könyv szerint forgatták le, mert borzalmas, valószínűleg aranymálás. Hát én erre mindig a Jojo Newsit szoktam mondani. Ugye, az egy dráma volt. Az igen, hát abszolút. És fogta a Whitey-t, és meg Whitey-tiszte. Igen, így van. És egy ilyen fekete humorral látszott, és ugyanolyan drámai lett. De azért ezt nagyon kevesen tudják, hát vagy nagyon ritkán jön össze úgy, hogy műfajt is vált. Hát meg így. Tehát igen. Egy csettintésre átmegyünk a kretén vígjátékból a legdurvább drámába, és működik. Tehát ezt azért a Vajtiti jól tudja, hogyha a jobb pillanataiban. Ja, hogy ne váljon komolytalanná, ezt nehéz meg. Igen. Ja, igen. Még az, hogy a Rebel Wilson-t is elbírtam viselni. Mert hogy nyilván nem kapott szabad kezet egy pillanatra sem. A legtöbb ilyen elmebeteg vígjátéknak az a problémája, amiben van, hogy azt mondják, hogy ja, itt legyél vicces, és akkor mindenki azt hiszi. Hát, hogy az ő humorára építik, ami viszont úgy látszik nem egyezik, nem kompatibilis a te humor. A legkevésbé, vagy legkevésbé sem, igen. Szóval, hogy visszatér a sárkányos dolga, hogy elhangzik egy ilyen kérdés a Trónok harcába, hogy akkor mit megyünk a királynőhöz. És vissza kell kérdezni, hogy melyikhez? A sárkányoshoz, vagy akit a fivére hágja? Ez szerintem tökéletesen leírja a Trónok harcának a rossz oldalát. Igen. De mondjuk egy Nikolaj Coster-Waldau-nak az ember örül, hogy végig benne van. Viszont amikor a Jason Momoa-t már így kirakták ki ennek... Hát az elég gyors volt. Igen, na, és akkor már csökkent az érdeklődésem. De ezt például el tudta érni. Miért is néztette ezt a sorozatot? Igen, hát tudjuk. Egyébként el tudta érni a Trónok harca, hogy tényleg olyan karaktereket, akiket szívből gyűlöltem, és halálukat kívántam, megszerettessem. Például a Jamie Lannister. Ja, igen, hát de ez ugye szándékos is volt, hogy vitték a egyikből a másik, megszeresd, aztán mégse azt, tehát hogy mozgatták folyamatosan az erkölcsi skálán a karaktereket. De ez a Sárkányok házában is megvan, hogy látjuk mind a két oldalt, ugye egy kvázi polgárháborúban, és mindenkinek megvan bizonyos kérdésekben az igazsága, meg bizonyos fordulatok után valaki nagyobb szemétnek tűnik, valaki jogos tetteket elkövetőnek tűnik, és akkor eldöntheted, hogy... Melyiknek drukkolsz. Itt kevésbé éreztem az első évad alapján a Sárkányok házába. Ott a Trónok harcába ott valahogy úgy ki volt hangsúlyozva, hogy a Starkok a jók, a Lannisterek a rosszak. Nem tudok nyilatkozni a Sárkányok házáról, és most már mindenképpen meg kell néznem az első részt. Van benne olyan, hogy sárkányok küzdenek egymással. Hát a lényegében akkor ott nincsen élő ember, meg semmi élő. Dehogy nem, mert lovasok is vannak rajta. De minden CGI. Hát élő sárkányokat most nem találtak. Nem úgy értettem, hanem a ló. Mert ezen vitatkozunk már epizódok óta, hogy amikor egy ilyen ütközetben mutatnak lovakat elesni, hogy akkor mi történik? Hát szerintem rohadtul elesik az a ló. Igen. Bármilyen koordinátor ott van. Hát de azt is direktan, hogy ahogy elesik. Igen, de én ezt nem tartom jó fejségnek a lóval.
Hát ők erre vannak kiképezve. Hogy essenek el? Hát igen, többek között. Nem megfelelő tudom. Pillanatban. Jó, Szirtes Ági 20 éven át esett el biciklivel, ugye tudjuk a Portugál miatt, és azt mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy leveszik így már műsorról, de már azért elég volt ebből az esésből, és azt így meg is érted? A lovat nem kérdezte meg senki. Ez így van. Na ez a problémám. Hát én már nagyon messzire vezet a beszélgetést. Nem, de igen. Nem, most komolyan ez a... A kolbászba kerülő disznót se kérdezte meg senki. Igen. De azzal se értek egyet. Hát állattal forgatni iszonyat drága. Tehát még egy kutyát berakni egy filmbe, vagy beleírni egy filmbe, ott is mondják, hogy csak óvatosan, mert az nagyon sok pénz lesz forgatási napra lebontva, hogy akkor egy olyat kell hozni, amelyik meg tudja csinálni azt, amit szeretnél, akkor is, ha az csak az, hogy jöjjön be és ugasson a megfelelő pillanatba, akkor ki kell fizetnie az idomátorának a bérét, tehát hogy mondjuk ahhoz már tényleg egy ilyen nagy, mondjuk még komolyan mozifilmes költségvetés szükséges, hogy ezek meg legyenek oldva. Tehát mondjuk egy vizsgafilmben nem biztos, hogy olyat kell írni egy kutyának, hogy, igen, igen. Hogy konkrétan már, nem csak az, hogy ott van a háttérben és cuki. Hát vagy improvizálás. Fehér Isten drága film volt. Igen, ami pont emiatt. Hát ott iszonyat mennyiség. Hát az szerintem így a filmtörténetleg több kutyát felvonultató filmjei között ott van, igen. Biztos. Majdnem azt mondtam, hogy legalább akkor valami miatt megjegyeztük. De a családunk örökbe fogadott, igen. Egy kutyát utána a filmből, ha még nem mondtam volna, a Karmi. De ez egy nagyon szép kezdeményezés volt, hogy a forgatás után ezeket a kutyákat csináltak egy szép honlapot, mm-hmm. És akkor mindegyiket föltették névvel, vicces szöveget írtak mindegyikhez, mármint, hogy egy ilyen jó pofa szöveget, hogy ő milyen típusú, milyen karakter, meg szóval tényleg nem ez csak ez a, itt egy kép, azt vigyed, hanem hogy kedvet is láttak hozzá, hogy ő ilyen, ezért jó fej, azért jó fej, és akkor úgy néztünk ki egy kutyát, igen, onnan, úgyhogy minden marketing ő még megvan. A Sárkányok háza után is lehet majd örökbe fogadni sárkányokat. Így van, utána örökbe adják őket. Van közöttük magyar mennydörgő is? Azt hiszem, azok csak a távolabbi rokonaik, bár a következő évadokban még simán. Az mindig menőnek tartottam, amikor ezt olvastam a Harry Pottert, hogy jól olvasom? Tényleg magyar mennydörgő? Ez tényleg így van, vagy csak a fordító poénkodott, és akkor nem, ez tényleg... Magyar mennydörgő, ez nem menőnek dolga. És így az a legbedeszebb sárkány az mm-hmm. összes. Igen, csak aztán így kiderült, hogy szépen össze most ezt az egész területet Rowling, mert hogy ugye a későbbiekben mondja azt, hogy a Ronnak a bátyja, akit nem nagyon mutattak, a Charlie. Hogy most éppen sárkányokra vadászik, és hogy nyilván vissza akartak ide utalni, és akkor már Transzilvániát mondott meg minden, szóval itt ez a Románia meg Magyarország aztán ilyen egy területre folyt. Lehet, hogy abban a világban Transzilvánia, vagy Magyarországhoz. Igazad van, persze. Múltkor néztem, hogy a Nikolaj Coster-Waldau-nak Grönlandia felesége, tehát valószínűleg inuit egyébként. Akkor lehet, hogy interneten ismerkedtek meg. A dán színész, a grönlandi színésznővel. Gondolt, hogy átment, nem tudom, kocsmázni, vagy egy buliba átment Grönlandra is. Hát lehet, hogy oda is van ilyen hajójuk. Mindegy, olyan jó látni ezeket a De most lehet, hogy ezt most csak én látom bele, mert hogy imádom a Mads Mikkelsent is, hogy európai játékot látsz ezekben az amerikai alkotásokban. Uh-huh. Én most csak belelátom a Nikolaj Coster-Waldau-ba ezt? Azért van egyfajta európai mentalitás, vagy akár színészi hozzáállás, amit lehet, hogy pont ezért olyan népszerűek, de ez nem is most, hanem akár már Greta Garbo, vagy Ingrid Bergman, hogy imádták az amerikaiak azt a fajta játékot, azt a fajta karaktert, amit az európai színészek bevittek, és ez szerintem máig egyébként ez valid. Hát a Trónok harca, ahol játszódik Westeros, mint földrész, az azért egy ilyen középkori Európán mintájára. Igen, inkább. Ja, igen, és született meg, és akkor tehát kb. Az ottani akkori lovagok, stb. Királyok, nemesek, tehát ott nem is árt, ha van azért egy olyan kisugárzása, hogy mintha európai lenne. Tényleg ezen gondolkozom, hogy ez full amerikai produkció nem. Volt? Hát van, szerintem Nagy-Britannia is benne van. Szerintem. Igen, mert a hidrogénezett hajú csaj. Szerintem többsége is egyébként. Igen. Európai. Hát, vagy brit konkrétan. Sőt, hát ugye a csaj, amit gyönyörűen mondanak. Kit Harington. Nem. Nem a csaj, hanem, hogy ő is. Ő is brit. Ja. Csaj, kit. Ő az, aki így, nem tudom, annyira
buta tekintete van. Elnézést kérek, minden havas John rajongótól. A sorozatban mondják is, hogy nem tud semmit. Ez a fő jellemzője. Szuper. Állandó. A poszi jelzője szinte. Hát jó, de ez nem annyira vonzó tulajdonság, aztán mégis ráindulnak. Hát lehet, hogy azonosítod a szereppel. Lehet, hogy magánéletben teljesen más. Aha. Jó, lehet, majd megnézem biztosan. Egyébként, aki a milyen Rose? Rose Leslie, aki azóta is a felesége. Most már felesége, igen, aki a vadlányt játszotta, hogy megnéztétek vele a időutazó feleségéből készült sorozatot? Nem, abból a film elég volt. Mert nem olvastátok a könyvet? Nem, bizony. Mert a film elég volt. Nem csinált kedvet hozzá, fogalmazzunk. Nem, én sokkal korábban olvastam a könyvet, és éppen ezért a film az egy így vicc volt, de a sorozatot megnézve azt mondod, hogy ez a film, ez egész jó adaptáció. Egyébként azon rögök, hogy annyira így a popkultnak a része, maga a Trónok harca, a Logan Luckyba az volt, amikor a börtönlázadást az alapján indítják el, hogy ők kérik a 8. részt, a könyvet. Ja, igen. És a végén már a börtön igazgató jön, és a hangos bemondónát beszél velük, mert nyilván üvegen keresztül, hogy de értsék meg, de hogy láttuk, hogy mi a sorozat de értsék meg, hogy az író bár megígérte, még nem írta meg a 8. részt. És azóta se. Megírja egyáltalán? Hát ugye ezt olvasszunk, most már ugye tudjuk, hogy a nagy vonalakban mi lesz a történet, meg hogy mi lesz az egyes karakterek sorsa, az állítólag azt ő mondta, tehát hogy ez mondjuk még csavarhat egyet rajta hozzá, hogy aztán nem azt írja meg. De szerintem, hogyha azt írja meg, akkor is, mert akik a könyvsorozatért rajonganak, azok így körömrágva várják. Persze, tehát... meg hát pont azért, mert a sorozat el lett szúrva, azért szerintem izgi lenne, hogy ez így kibontva tényleg a karakterek szemszögéből nézve, ahogy ugye az egész végig volt véve, ott mennyire más lenne, meg egy csomó mindenki maradt volna, még akkor is, ha jól csinálják meg, tehát a karakterek is történetszálak, szóval... De az tény, hogy így nagyon nőtt, ilyen egyre terebélyesedett exponenciálisan, és az már ilyen kezelhetetlen volt, úgyhogy valószínűleg, ha még ezeket írta tovább, és mindent tovább is akart vinni, akkor az már nem is csak plusz 2 könyv, hanem nem tudom mennyi. Nek kéne még, hogy befejeződjön, vagy ezt mind végigírja. Ja, én azt hittem, hogy ő úgy adta oda, hogy itt van a 8. könyvemnek a vázlata. Hát nem. Állítólag annyi volt, hogy leültek, és akkor elmondta. Igen, tehát inkább ilyen ötletek, nem? Tehát, hogy így akkor a Havas John, hogy akkor a Vastronra a végén, és akkor a sárkány ott, és akkor ő átfordul a végén gonoszba, és meg kiderül, hogy akkor ő valójában az a vér is. Most spoilerezzünk. Egy Trónok harcát, ez? Mennyi, 5 éve ért véget? Ja. 19-ben? De durva! Durva egyébként, igen. Jó, én azt, hogy tudom, hogy mindenki mindenkivel, de hogy végül is nekik az tök rendben volt, hogy a nagydínje a... Hát a Tarker ilyenek között az... Ez semmi. Ja, a Sárkányok házában ott minden részben egy test minden, tehát hogy mindenki mindenkivel. ott abszolút nem csinálnak el. A Targaryeneknél ez... Ugye az előbb mondtam, hogy azért hogy benne van a levegőben, és most elkezdtem pörgetni, hogy egy kapásból tudsz mondani nem tudom hány filmet, ahol minimum hivatkoznak rá, foglalkoznak vele, a mit tudom én, a Rossz anyákba, azt tudom, amikor kirúgják a Mila Kuniszt, és így mondja, hogy soha nem hiányoztam, még akkor sem, amikor te 2 hétig otthon voltál, amikor meghalt Havas John. És erre azt mondja, hogy az egész cég otthon volt, jó? Tehát, hogy még nem volt felháborodva, hogy sőt, még ugye izébe, a csekélyesébe, én azt tök szerettem azt a filmet, az tök aranyos volt. Meg azt, hogy a Charlize Theron így bevállalta, hogy nem az elszement baromság, hanem igen, így jó volt. De jó komikaként is, hogy ne. Nagyon, tök jó, én imádom. Én is nagyon szeretem amúgy. Igen, hát azért a Trónok harca az egy olyan szintű világszenzáció volt, hogy azt persze, hogy azt a nézők imádják, hogyha az ilyen nagy kedvencekre utalnak a mindenféle sorozatokban, filmekben, úgyhogy ezt ki is használják. Kevés ilyen van, nem is tudom, hogy... Hát de mert azért, mert mindenki tudja, hogy miről beszél. Igen, persze, hát az szokás azt mondani, hogy a Trónok harca minden idők leghíresebb sorozata, és szerintem igazából ez nagyon nem lehetne belekötni, mert eleve abban a korszakban született, amikor a tévézés meg a sorozatok világa ennyire népszerű lett, hogy ennyire egyrészt felért a mozi mellé színvonalban, meg hogy ennyire világméretű jelenség lett egy-egy sorozat, és egy-egy pillanatban, hogy mindenki egyszerre nézi meg,
és akkor ebbe tudott egy olyat hozni, ami tényleg mindenki számára esemény volt, és igazából azóta, szerintem se előtte, se utána nem volt, ami ennyire egyszerre mindenki foglalkozott volna vele. Igen. Hát én mondjuk tök le voltam maradva, mert amikor idehozták a vastront, emlékeztek, hogy nyilván volt egy ilyen marketing baromság, én akkor még tök nem néztem. Én a végén azért kezdtem el nézni, már azt hiszem, hogy a 6. évadnál tartott a sorozat, amikor azt mondtam, hogy jó, most már elkezdem, mert mindenki körülöttem, jött a sárkányokkal, meg ami, és így nem is csak azért, hogy így én is be tudjak szállni, hanem már nyilván idegesített, hogy nem tudom. Hát az el, mint amikor valaki nem lett a Star Wars-t, és annyi utalást kap rá, hogy már azért megnézi, mert hogy már azért szóval, hogy az utalásokat értse a többi filmben. Én is így voltam ezzel, de mind a Trónok harcával, mind a Harry Potter, ott a regények szempontjából. Tehát, hogy én is már mindenki, nem, csak azért sem, ugye van ez az alapvetőről, beszélgettünk egy jóval korábbi adásban egyébként erről a dologról, hogy már csak azért sem, mert mindenki ezt olvassa, nézi, aztán valahogy mégis rámész, mert tényleg azért, amit most elmondtál. És akkor általában a végén rájössz, hogy nem véletlenül szereti olyan sokat. És aztán igen, és aztán igen, és aztán el kell ismerni, hogy hát ez tényleg nem véletlen, ez nem rossz. Ez. Igen, de ez ugyanaz, mint amikor valaki elkezd így a jó barátokat, ízen, hát jó. Na, ezt hívják sznopságnak. Olyan igen, nincs, igen. Hogy a jó barátokat valaki ne tetszett. Én ismerem a világ. Ez egy veszélyes ösvény, amin elindulsz. Tudom, én ismerem a világ legnagyobb jó barátok gyűlölőjét egyébként. Hogy... És még tartod bele a kapcsolatot? Csak igen, ismerik. Tiszteletben tartjuk egymás véleményét egyébként. Egyébként. Igen, szóval mindenki azt hiszi, hogy politikai szintéren zajlanak ezek a megtörténetek közben. Nem, én például a jó barátok utálóit is meg tudom érteni, mert tényleg van benne egy olyan felfogás, egy olyan dolog, ami sokaknak nem lehet szimpatikus. Hogy ezek az emberek hogy viselkednek egymással, meg stb. De ezt hívják szitkomnak, nem? Tehát itt én nem látok ezt. Csak vannak, az nem mindegyikben ez van, de én is van, hogy úgy, két évente végignézem nagyjából a jó barátokat, és akkor tényleg sokadik nézésre úgy néztem végig, hogy próbáltam egy kicsit elrugaszkodni magamtól, mert én tinikorom óta imádom, hanem hogy egy kicsit ilyen külső szemmel, és akkor tényleg azt mondtam, hogy ez borzalmas, ahogy ezek az emberek egymással viselkednek, ők nem barátok, hanem full ellenségek, akik gyűlölik egymást, mert ember ilyet nem csinál másikkal, de értjük, hogy ez egy szitkom, kellenek a konfliktusok, a 6 ember közti dinamikát, ezek hagyják előre, egyértelmű, és persze imádom őket, de meg tudom érteni azt, aki... Jó, de lássuk be, hogy a poénok, általában jó poénoknak persze. Nagyobb százaléka negatív tartalmú. Hogyne. Egymás szivatás. Még hogyha ez a, akinek azért, mindig tudjuk, elfelejtem ez... a nevét, meg ki? Akarja ezt cáfolni. A Hexből a fiatal lány, aki ugye egyébként olyan stand-upot csinál, ami senkire nézve nem bántó. Hát nem tudom, mindenkit megkérdezett? Biztos, hogy nem tudsz olyat mondani, mivel nem bántasz. Nem, pláne valamiság. De igen. Hát a South Parknak van egy-két olyan epizódja, még a járvány alatt jöttek ki a COVID-os ilyen különkiadások, amik a jövőben játszódnak. Egy olyan jövőben, ahol már a PC annyira uralkodott, hogy nem lehet semmilyen viccelni, ami bárkit megbánt, ezért nem vicc, tehát sok olyan poén van, ami nem vicces. Nem vicces. Hogy hívják a srácot, aki a stand-upos a South Parkban, aki mindig stand-up poénokat nyom, aki ilyen Mankóval jár. Niki, vagy valami ilyen... Fú, most nekem segített. Jimmy. Igen, Jimmy. És akkor ott elkezdi felvezetni ezt a klasszik stand-upos formulát, hogy mi a különbség a, nem tudom én, ilyen ember, meg az olyan bármi között, és akkor ugye erre mindig jönne valami lecsapás, semmi. Semmi. Igen. Na, tehát, hogy ilyen. Tehát, hogy most nyilván senki nem úgy nézi jó barátokat, hogy ez egy valós szituáció. Ők maguk egyébként azt mondták is, hogy amikor ugye pont 2001 a terrortámadás idején gondolkoztak, hogy most ilyenkor mi van, hogy nekik kellene rá reagálni New Yorkban, minden, és végül azért jutottak arra, hogy nem, a végén kiírnak egy izét, hogy együtt érzünk fel egy New York vagy valami, mert hogy azt mindenki érzi, hogy ez egy... Nem a valóságban játszódik. Így van, tehát ez nem egy valós New York, hát milyen New York az, ahol te nyitott ajtónál mész ki be? Tehát ezt mondták rögtön, hogy rögtön be tudsz menni az egyikhez, meg a másikhoz. Persze, kihagyja nyitva az ajtaját. Igen. A Szeretlek Lucy-tól kezdve a Will és Grace-en át, a nem tudom, tehát az összes szitkom valójában egy ilyen... Sőt, nem csak a szitkomok, mert hogyha valaki végignézte a Twin Peaks-nek az új... Jelen.
a folytatását, vagy bárminek is nevezzük új évadát, akkor ott tulajdonképpen a vége arra fut ki, hogy átkerülnek egy másik valóságba, és az látható, bármennyire egy David Lynch produkciónál ezt ugye meg lehet fejteni, hogy az a valóság, és bármi, ami eddig volt, az mindegy egy álom, vagy egy fiktív, vagy egy fantázia, vagy egy fiktív valóság volt, egy ilyen tévésorozat valósága tulajdonképpen. Igen. Egyébként ezzel a jelenséggel, ez a végén felébredt hősünk, amikor már mindenféle borzalom történik, ugye ezzel egy időben nagyon sokat jár, ilyet már nem mer senki se csinálni. Nyilván ez nem az a történet, de tudom, hogy gyerek voltam, és ilyen nagyon nem... Az a szokásos, hogy nem tudod, hogy ez hányas karikás honnan jött, az MTV se tudta, tehát hogy vagy már még honnan tudták. Egy családot mutat egy házba, és mindegy, ilyen ijesztő volt az egésznek a hangulat, és a végén elkezdett így ilyen befolyni valami gusztustalan zöld vizet. Te jó Isten! Minden... Én tudom, miről beszélsz. Tényleg? Mert én meg nem tudom a címét. És azt én se. De tudom, ezt én is láttam. Közös trauma. Ez közös trauma. De figyelj, mi ugyanazokat néztük, az meg van. Állandóan azon izélünk, hogy a Grétit senki nem ismer rajtunk kívül. Azt tudom, igen, egyébként a Grét, de biztos ismerik. Tehát nem egy konkrét film amúgy, olyasmi, mint a... homályzóna, vagy stb. Tehát, hogy ez egy epizód, egy ilyen antológia sorozatból, amiben ilyen furcsa történetek vannak. Hát akkor nem lehet, hogy meghökkentő mesékben volt? Nem, azt hiszem nem az. Majd utána nézek, az öcsém is emlékezett el, és utána nézett, csak már nem emlékszem a címére. Arra ébrednek, hogy be van falazva minden ablak és ajtó. Tehát itt kezdődik a dolog, hogy be vannak zárva a házba, minden fal, vagy minden ablak és ajtó be van falazva, és akkor próbálnak kijutni, és akkor vannak átmenni a garázsba, hogy hát, ha ott nem, és majd és akkor elkezd folyni a kandallóból egy ilyen zöld rutyi. Én is elemlékszem, hogy kövölsz visz, csak hogy... És a vége... És a végén kiderül, hogy ez egy babaház, és egy gyerek szórakozott. Igen, egy babaház, és a gyerek játszott velük végig ennyi. Na mindegy. Tehát ilyen fekete tükör epizód. Ja. De látod, pont ez az, hogy más formában most is léteznek ugyanezek a trükkök, csak most már egy Black Mirror epizódot csinálnak belőle, és ilyen átvariálják az egészet. Másképp lesz meta, vagy más kevésbé olcsónak tűnik, ahogy most el van sütve. Azért akarok visszatérni a Sárkányok házára, mert én már attól dühös lettem, hogy azt mondták, hogy jön az előzmény történet. És mindenből, ugye erről sokat beszéltünk, hogyha nem tudsz kötődni valamihez, tehát új, teljesen új dolog, akár sorozat, akár film, akkor kisebb eséllyel fog befutni, nem mernek kockáztatni. Tehát akkor legyen folytatás, legyen remake, legyen reboot, és most felfedeztük... Spin-off, igen. És most jött az előzmények kora. Tehát, hogy mindennek kitaláljuk az előzményét. Amikor van egy olyan sztori, mint mondjuk a Éhezők viadala, azért úgy benne volt minden, amennyi kellett. Én nem látom az előzmény történt, tehát lehet, hogy zseniális. Nem zseniális, de amúgy nem rossz szerintem. Meg ott adta magát egy kicsit az, hogy lehet érdekes az előzmény, mert ugye az Éhezők viadalában nem tudom már hanyadik aratást látjuk, vagy az Éhezők viadalát, és hogy ez hogy változott az évek során, az érdekes. Vagy hogy hogy jött létre, hogy változott, hogy lett belőle például marketing fogás az egészből, tehát hogy azt érdekes volt néznem, nekem az előzményben tavaly, az Énekes Madarak és Kígyók Baladája, csak hogy említsük meg a kedves nézőknek, hallgatóknak ezt a rövid címet. És Jennifer Lawrence azt mondta, hogy legalább azt gondolta, hogy ez ő életében jön, ennek valami előzmény folytatás, vagy valami. Rövid alcímet, igen. Hogy nézni, hogy működött régen, még bőven fejletlenebb körülmények között, meg sokkal egyszerűbben egy ilyen viadal, és hogy indult el azon az úton, amivé lett. Aztán persze van benne ez az ugyanúgy saját karakterdrámák, meg stb. Szóval szerintem működött, de nem mindenhol van. Megágyazva normálisan egy előzménynek, és tényleg vannak, ahol csak ilyen, ez egy szeretett... Bőrlehúzás. Ez egy ismert sorozat, vagy film, és ezt a karakter népszerű, akkor kap egy előzményt. De amúgy teljesen érthető, szóval sok szempontból érthető, hogy ez miért hálásabb, mint folytatást csinálni, mert nem vagy beszűkítve, ott ugye nagyon megvan, hogy alkalmazkodni kell az előzményekhez, vagy továbbvinni, a színészekkel meg kell egyezni, stb. Egy előzménynél szinte minden
minden téren szabad a pálya, és ugyanakkor meg akár ez még kreatív szempontból hálás dolog is lehet, hogy van egyfajta dolog, amire építeni lehet, viszont az úgy megtermékenyítőleg tudhatni, hogy abból mi minden következhet még. Hát ezek a jó esetek. Igen. Meg hogy mennyire van messze időben. Sikeres lett volna a Star Wars, hogyha nem a negyedik epizóddal. Pont ezt akartam mondani, hogy az első előzmény gyártó az ki volt Lucas, tehát aki megcsinálta a 4-5-6-ot, és aztán az 1-2-3. És ugye azzal az indokkal, hogy akkor nem állt készen a technika arra, hogy az első. Aha. Jó, hát van egy ilyen vetülete világ, hogy nem állt készen még a technika arra, hogy az első három részt megcsinálják, ezért a negyedikkel kezdte, de én ott azért érzek némi szándékosságot is. Nem véletlenül indult az a negyedik résszel, ami egy sokkal valószínűleg változott az évek során az első trilógia is, mármint a forgatókönyv meg a sztori, de egy sokkal letisztultabb történettel indították. Hát egy ilyen... nem, ösztönösen érezte, hogy ő is immédiás stressz elkezdi a sztorit, akkor sokkal izgalmasabb. Igen, akkor izgalmasabb utána vissza. Tehát nagyon csodálkoznék az első filmnél már ilyen trilógiákban gondolkozott igen. volna, tehát ez lehet, hogy volt valami fajta ilyen elképzelése arról, akár írott formában is, hogy mik ezeknek az előzményei, amiket itt látunk, igen. de biztos, hogy nem kidolgozva. Tehát csak annyira, mint bármely filmnél jó esetben megvan egy ilyen, hogy előtte hol voltak ezek a karakterek, meg hogy jutottak el odáig, ahol elkezdjük a sztorit. De valójában az van egy bátorság volt annak idején, hogy ezt így tényleg ilyen közepébe vágva kezdték el mesélni, és szerintem a hatásához nagyon sokat hozzátett. Hát miért néztek a mozinézők 77-ben, amikor beültek a moziterembe, hogy itt ez az új nagyszabású sci-fi, amiről mindenki beszél, elindul, majd kiírják, hogy epizód 4. És akkor elkezd gondolkodni, hogy mikor mutatták be az első hármat, valahogy lemaradt erről. És aztán utána érdeklődtek, gondolom, hogy ez hogy miért volt kiírva, hogy epizód 4, és akkor rájött. Azért, mert a marketinghez is ért George. Persze. De hát ugye még az, hogy a Darth Vader, a Luke Skywalker apja, azt is azért csak a második részhez találta ki. Már ötödik. Az ötödikhez, úgy értem. Tehát kronológiai időre. De az neki nem volt meg a fejébe, hogy ebben a három részben mi lesz? De nem? Hát szerintem ennyire nem. De hát az alapvetés volt, hogy tehát szerintem miután erre, ez volt a nagy, én vagyok az apám. Én úgy tudom, hogy ezt a Birodalom visszatérhez találta ki, de nem vagyok ebben 100%-ig biztos. Nyilván, ha már korábban meg lett volna, vagy akár a előzményekhez ez le lett volna írva, akkor nem lett volna akkor a meglepetés, hogy még amikor az adott nap felvették a jelenetet, akkor a stáb se tudta, hogy azt fogja mondani a színész. Igen. Sőt, talán a forgatáson nem is azt mondta, hanem csak a szinkron, aki szinkronizált, ő mondta fel utólag. James Earl Jones. Lehet, hogy nem is azt mondta a forgatáskor. De akkor mire reagált úgy a Luke, hogy ne? Hát ugye azt mondta, hogy spagetti lesz a vége. Igen, lehet. Nem tudom, ezért úgy bízom benne, hogy egy koncepció volt a fejében mégis erről a háromról. Hát a koncepció biztos volt, de biztos, hogy alakult ez közben. Szóval na jó, de hát nem ez volt a nagy durranás, legalábbis az egyik nagy durranás abban a trilógiában? Hogy minden idők legnagyobb filmes twistje. Hát ezért mondom, hogy én nem tudom elképzelni, hogy az, amikor már 4-5-6-hoz hozzányúlt, hogy tessék, ezt most már megcsinálom, akkor ne tudta volna, hogy... Igen, és azt el kell mondani természetesen, hogy nagyon sokan rosszul tudják, nem Luke, én vagyok az apád, az idézet, a pontos idézet, hanem, hogy nem én vagyok az apád. Mire válaszol? És nem is az, nem hogy, az hogy Luke, én vagyok az apád, hanem, hogy nem, én vagyok az apád. Azt mondta, hogy Obi-Wan mondta, hogy te ölted meg az apámat, ja. Mondja a Luke, és erre mondja azt, hogy nem, én vagyok az apád. Szóval ezt nagyon sokan rosszul tudják. És az angolban, pontos idézetet. Hogy? Az angolban hogy van? Lehet, hogy no, I am your father. Igen, nem? Ennyi. Luke, I am your father. Igen, csak az rosszul idézhető. És persze, kialakult a később, így egy ilyen világszerte... Szállóige illet belőle. Hogy Luke, én vagyok az apád, mert az úgy hangzik, hogy nem, én vagyok, csak ez nem pontos. Igen. Azért mondom, hogy egyszerűen szomorú valószínűleg a George Lucas, hogy erre miért nem figyeltem oda, hogy ez valószínűleg olyan lesz, amit... Igen. Nem, szóval valószínűleg, hogy az elsőbe kezdi, akkor megbukik az egész, és úgy jár, mint az aranyiránytűvel, és akkor az első részben nem készül el több, mert már nem érdekes. Amúgy van egy barátom, aki azt akarta a születendő fiának névül adni, hogy Lukács, és azért, hogy elmondhassa neki, hogy Lukács, én vagyok az apa. De nem csinálta meg azért. A végül nem az végül lett. Végül nem. Jó, észreztél. Pedig ahhoz engedélyt se kellett volna kérni. Szép név, Lukács. Igen.
Evangéliuma is van, meg minden. Na, de hogy ez az előzményes dolog. Megmondom, mi a bajom. Elveszi a filmnek azt a tulajdonságát, hogy eleje van, vége van. Tehát, hogy az egy egység. És hogy ki lett emelve, mert innentől kezdve valami dokumentumfilmet kapsz köré, meg segítenek megmagyarázni, hogy milyenek voltak a viadalok, de közben meg nem akarom, azt hiszem. Ez alapvetően nem csak az előzmények, ezek a folytatásnak is lehet egy ilyen hátulütője, hogy van egy szép kerek sztoring, amit ezek elrontanak, mert tovább viszik egy olyan irányba, amit már nem olyan jó, vagy te neked annyira nem tetszik, az előzmény ugyanez, lett egy új eleje, ami már annyira nem jó, és hogy miért innen kell indulni ennek a történetnek. Ugye, ha meghal egy karakter, mondjuk, ugye azt szoktam mondogatni, hogy régen a hőseink örökké éltek, de ma már annyi folytatás készül, hogy látjuk őket meghalni. Igen. Ez valahol megöli azért a legendát. Igen. És egy előzmény ugyanúgy megölheti a legendát, mint egy folytatás, de azért, tehát én nem, tehát vannak jól megcsinált. Van olyan, amikor egy előzmény mondjuk, vagy egy folytatás még dob. Például ott van a Breaking Bad-nek az előzmény és folytatás sorozata. Igen. És a Better Call? Igen. Better Call. Ami zseniálisan jó lett. De az folytatás vagy előzmény? Nagyon kicsit folytatás, a többségében előzmény. Két idősík van az utolsó sorozatban. Igen, tehát hogy van ilyen is, tehát hogy mindennek meg lehet ágyazni jól, és van létjogosultsága, talán több az, ahol inkább a siker miatti bőrlenyúzás, mint megalapozott, és a történetet kiegészítő, jól kiegészítő anyag, meg megint más az, mint mondjuk a visszakanyodva a Sárkányok házára, ami már egy olyan szintű előzmény, hogy 100 évekkel korábban játszódik. Gyakorlatilag egy tehát, vagy egy új sorozat igazából, ami abban a világban játszódik. Nincsenek karakterek a trónok harcából, hiszen még nem él senki. Tehát nem, tényleg nem az, hogy valakit viszünk fiatalkora, stb. A Star Wars-ban is ugye most volt ez az akolitus, ami sajnos nem sikerült jól, de ez volt a legkorábbi, az élőszereplős mozgóképek közül a legkorábban, időrendben a legkorábban játszódó tartalom. És ebben épp ez is valami, nem tudom, 100 évvel korábban játszódik, mint a Bajos Árnyak, ami az eddig a legkorábbi volt. Tehát nem élnek még, élnek, hiszen van egy cameo, aki, tehát egy csatlakozása a régi karakterek közül valaki feltűnik a legvégén egy pillanatra, de alapvetően új karakterekkel próbált annak az időszaknak azt az időszakot bemutatni, amit az élő szereplős mozgóképen még nem láthattunk. És akkor azt mondja, hogy ezeknek alapvetően talán több létjogosultsága van, hiszen egy új sztori találnak ki, új karaktereket vezetnek be. Igazából az univerzum építés, amit meg nagyon szeretnek a rajongók, meg nem csak a rajongók, meg a gyártók is, igen, de hogy ami izgi is tud lenni, pláne hogyha egy olyan univerzumról van szó, ami nagyon jól ki van találva amúgy is, akár a Trónokharca univerzuma is ilyen, vagy a Star Wars-a is. Nyilván, amikor olvasod mondjuk a Trónokharca regényeket, amik sokszorosan részletesebbek, mint a sorozat, akkor is az ilyen tök érdekes, hogy ott elmagyarázza, hogy akkor abban a városban mi hogy működik, és akkor az így mennyire más, mint a mi világunk, és akkor az hogyan van összefüggésben a fő cselekményekkel. Tehát ezek érdekes dolgok tudnak lenni. Itt a Gyűrűk Ura sorozat. Ugye most a második évad, ez pont azt akartam mondani, hogy ez a fantasy-nél működik a leginkább. Hát már egy kidolgozott világ. Hát vagy kizárólag. Meg a sci-fi-nél. Úgy értem, hogy, tehát, hogy a fiktívnél is fiktívebb, mert akkor van még mit elmagyarázni, meg bemutatni. Hát persze, mert most egy valós történelemmel alapuló film, akkor az csak egy történelmi film. Nem, nem a történelmi, hanem hogyha... A földelőzménye. Igen. A nagy boom előtt, nem hanem hogy egy realitásokon alapuló történetnél. Most ezen gondolkozom, hogy... Hát ott csomószor ugye ez abban mutatkozik meg, hogy egy adott karakter, vagy egy adott... eseménynek az előzményeit megmutatni, az meg legtöbbször tényleg sajnos rosszabbul szokott elsülni, mert nem véletlenül mutatnak meg egy karakterből annyit egy adott filmben, jó esetben, amennyire pont szükség van. Amennyire kitalálták. Ifjú Sheldon. Ifjú Sherlock Holmes, ifjú Indiana Jones, ifjú. És egyébként a horroroknál mutatkozik meg szerintem ez a legjobban, hogy egy horrorfilmben ugye a hatás nagyon nagy százalékát az adja, hogy te mennyit látsz a sorozatgyilkosból, a szörnyből, a fenyegetésből, hogy valójában minél kevesebbet egyébként annál jobb, mert a fantáziádban annál többet teszel hozzá, és ez mindig félelmetesebb, mint hogyha szembe jön konkrétan. Igen.
És akkor ott van a megmagyarázhatatlan motivációjú, szörnyű, nem tudom, sorozatgyilkos vagy szörny, és akkor kapsz egy filmet, amiben meg elkezdik megmagyarázni, hogy mert az anyukája bántott a fiatal korában, és nem tudom, leöntötték forró vízzel, és akkor ezért lett ilyen, vagy az alienek mondjuk, hogy jöttek létre. A misztikum eltűnik belőle, a misztikum, ami alapján így hú... az adta az egésznek a savát, borsát, a félelmetességét. Igen. Hát én egyébként, amikor arról volt szó, hogy előzménye lesz például Harry Potternek, és még akkor arról beszéltek, hogy a négy ház nak a neveit adó főbb Mardekár és a társadalmi. Igen, hogy az ő történetük, és hogy az valami 500 évre nyúlna vissza, és arra azt mondtam, hogy hát jó, mert hogy az egy külön történet. De amikor megfogták ezt a nyavajás... Legendás állatok, ami még a könyvben ugye legendás lények volt, és még ehhez hozzáadták az Eddie Redmayne-t is, hogy mindenképpen jó legyen, és az, abból az a trilógia, az egyszerűen szerintem minősíthetetlen volt. Itt azzal volt a gondom, hogy önismétlés volt, ráadásul ilyen nagyon, nagyon buta módon. Tehát, hogy mit tudom én az, hogy amik csak utaltak arra, hogy ugye Dumbledore meleg, az írónő interjúban mondtam, ez ennyi. Tehát, hogy nem is, tehát pont azért, mert nincs jelentősége. Igen. De amikor elkészül ez a Jude Law-val, és olyan durva hangsúlyt tesznek rá, hogy már tényleg te szégyeled magad, hogy rossz oldalról közelítik. Meg a másik, én a németek helyében tök felháborodtam volna. Nem tudom, ez hanyadik epizód volt, lehet, hogy az utolsó, a harmadik. Elmentek az ilyen kvázi párhuzamos dimenziószerű Németországnak tűnő, vagy Németország hangulatú, nem tudom, hogy... Az a Dumbledore titkaiba volt a akkor abban, igen. Valószínűleg Mezmik ezzel miatt néztem meg. Igen, ott már ez lehetett a Johnny Depp-et. Na, mindegy, és hogy ő konkrétan mutat egy olyan Németországot, amiben ugyanazok a hát... elvek vagy eszmék felé halad, mint a valós történetben, az Albert Speri épületekkel, meg minden, miközben minden történész igyekszik rámutatni arra, hogy volt egy ember, aki rosszkor rossz helyen volt, és valójában a legtöbb közösség fanatizálható. Tehát, hogy szerinte viszont a németeknek van egy ilyen génje, hogy még a varázsvilágban de is ők lesznek. De honnan tudod, hogy a varázsvilágban nem volt egy varázs Hitler, azt nem mondták. Ja, igazad van, tényleg a varázs Hitlert nem mutatták. Az nem a Voldemort, vagy... Na, ez meg a másik. Van már egy főgonoszunk. Na, tehát, hogy ezért mondom, hogy ez viszont szerintem halálsértő. De ebben látok egy filmet. Hát figyelj, nem. Hitler már a hold mögött is elbújt, úgyhogy... Az mi? Iron Sky. Meg náci zombik is voltak már, úgyhogy volt minden. Igen, rossz esetben ezek a történetek, akár az előzmény, akár a folytatás abban megy át, hogy megpróbálják ugyanazokat a dolgokat újra belerakni egy filmbe, ami miatt szerették a korábbiakat a nézők, nem kezdenek vele semmi újat, és az, hogy ez egy előzmény, vagy egy folytatás, vagy egy spin-off, az csak egy ürügy arra, hogy azok ugyanazok a panelek újra legyenek sütve. Igen. És nyilván be legyenek vonzva csak a címmel, vagy a márkanévvel az emberek. De ezt nyilván nem lehet túl sokszor elkövetni. És kell valami fajta bátorság is ahhoz, hogy eltávolodjanak, de hát ez meg már akkor, mivel a Hollywoodban azért a üzleti lapon vagy a filmgyártás, azért ez egy ilyen húz meg ez meg játék, hogy most akkor mennyire megyünk el. De például úgy is lehet, szerintem jól már említetted a csak kicsit ott úgy éreztem, hogy pejoratív értelemben az ifjú Sheldont? Nem, csak az, hogy nehéz helyzetbe hozta magát az alkotó, hiszen a Sheldon állandóan az agymenőkben arra utal, hogy az ő alkoholista déli apja, vagy texasi apja, és itt meg ugye, mert most az van, hogy minden sorozat cuki, biztos észrevettétek, hogy van, hogy nem is kell, hogy vicces legyen, csak cuki legyen. Igen. És itt olyan édes volt mindenki, hogy én három részt bírtam megnézni belőle. Hogy az apját már tényleg azért nézte, aki folytatta, mert hogy így most mikor lesz ő ilyen bunkó? Amikor az elejétől kezdve tök szeretetteljes volt a... Igen. Hát jó, most csak az, igen, ez oké, tényleg sokkal aranyosabb és szebb, mint ahogy a lefesti, bár igazából a... De megmentették az agymenők is egy tehát, hogy vígjáték, és ott kevés az olyan igazán komoly drámai rész, amit úgy komolyan is gondolnak. Természetesen a Sheldon apja az mindenféleképpen ez a vonal, de hogy azt akartam mondani, hogy az ifjú Sheldon nekem azért működött, és
pörgettem végig az összes évadát, ugye idén ért véget a sorozat, mert más szellemiségben, más stílusban csinálták meg. Amikor meghallottam először, hogy úristen, borzalom, miért kell, jaj, nem akarom, vagyok kíváncsi ifjú Sheldonra, tényleg, ez egy szokásos bőlenyúzás. Mindenki ifjú, mindenki gyerek, ne. Tehát amikor volt még ifjú Ace Ventura is, tehát hogy tényleg minden ne, volt abból már. Is volt. Volt, tehát minden volt már. Borzalmas. És Hannibal. Ja, igen, volt ifjú Hannibal is. Az a mozikban is volt, igen. Nem sikerült jól. De hogy... Szóval, hogy már Indiana Jones, de az milyen jó. Hát a sorozat volt, igaz. Igen, ott volt. Bár lehet, hogy... Az még a klasszikus tévézés időszakában, 90-es években. Az a River Phoenix-es volt-e? Nem, az a harmadik részben játssza az ifjú Indiana Jones. Ja, akkor csak ezért volt egy tévésorozat. Igen. Sean Patrick Flannery-vel egyébként ő volt az ifjú Indiana Jones. Na mindegy, és az ifjú Sheldon azért működött, mert hogy mert drámai lenni, amellett, hogy persze vígjáték volt, meg cuki, meg stb., de komoly drámai dolgokat is behoztak, és működtek. Én többször meghatottam azon a sorozaton, a vége az nagyon megható. Nagyjából tudjuk, hogy mire megy ki, ugye, aki látta az agymenőket, az tisztában van vele. Mert hát ügyesen oldja meg. Igen, igen, de hogy tetszett, hogy ez nem olyan, mint az agymenők, hanem oké, a Sheldonról van szó, látjuk, hogy milyen gyerek, vagy ember palántaként, és hogy lesz belőle esetleg az, ami meg mik vitték arra, meg erre, meg emerre. Nem kell feltétlenül az agymenők minden egyes mondatához igazodni, mint ami abban elhangzott, de működött, és tetszett, hogy más. És rajta ragadtam, és végigpörgettem, és szerettem, és ahogy véget ért, hogy rögtön raktam volna be az agymenőket, pedig hát teljesen más. Hát akkor ugyan, az annak a példája, amikor gondolnak valamit arról, hogy... Igen, tehát hogy van egy koncepció. Mit is akarnak ezzel kezdeni, vagy mi erről az ötlet. És nem ötlet. Utánzás, vagy nem bőrlenyúzásnak tűnt, hanem egy új produktumról, egy új termékről, annyi a kapcsolódás, hogy igen, Sheldonról szól. Hát valószínűleg majd a Georgie-ról szóló spin-off, ami így most jön, az már kevésbé lesz ennyire. Hát Georgie-ról ugye nem sokat tudunk az agymenőkből, pár információnk van róla, meg Jerry O'Connell talán egy-két részben szerepelt. Igen, autógumit árul, és ilyen 80-as évek Bundesliga frizurája van. Így van, szóval vele azért nagyon szabadon lehet majd bánni, mert azt csak meg bele, amit akarnak, mert sokat nem tudunk a karakterről, de valá kell írni, hogy érdekes karakterré vált a ifjú Sheldonban a Georgie, és nagyon meg lehetett őt szeretni. Én meg fogom nézni valószínűleg az ő spin-off sorozatát, ott már el tudom képzelni, hogy ezt az ifjú Sheldonos vonalat viszik tovább. Tehát, hogy ugyanolyan hangulata lesz, ugyanez a kit. Igen, főleg most erre nagyon ráálltak. Drámai részek is. Szerintem itt majd hasonló lesz. Nem a klasszikus halljuk nevetni a nem élő embereket, hanem hogy ilyen nagy családközpontú. Meg. Szóval, hogy ez a Sheldon kineveti a prédikátor, de közben az is milyen jó fej, mármint, hogy kedves, tehát senkire nem tudsz haragudni. Tehát... Ó, nem, később azért megmutatkoznak a dolgok. Tehát mindenkiben ott van a... Igen, de olyan szinten, ahogy egyébként mindenkiben ott van az emberi gyarlóság. De azt meg azért tudod kezelni, mert körbenézel a világba, és annál csak rosszabbat látsz. Tehát, hogy az, igen. Ezek normális. De például a cuki dologra vágysz, ami, vagy ott nem tezed az ilyen cuki dolgokat, ami direkt cuki, de hogy pont a cukisága miatt működik, az Acapulco. Szóval valószínűleg már többször lehet, hogy említettem. Na hát ez az meg mi. Az egyik a Ted Lasso után a legfeelgoodabb sorozat, ami létezik nagyjából. De. Harmadik három évad kint van már, és egyszerűen zabálni való. Egy Mexikó... a 80-as években játszódik. Így van. Na, hát... ennyi. Két, nem, több idősikon van, az egyik a 80-as években. És mi az Mexikóban egy hotelben játszódik, és akkor időskorában meseli a fickó az unokaöcsének, hogy mik történtek ott vele, amikor ő még senki volt, és hogy ment fel a hotel ranglétráján szépen lassan, és ott mi minden történik vele, ott van a lány, akit meg akar hódítani, stb. Stb. A családjának is sok szál van, egyszerűen zabálni való, imádom, annyira aranyos, pedig minden porcikájából így özönlik ki a cukor. De valahogy nem, hogy nem haragudsz rá, hanem így falod, zabálod. Jó, de szóval például nincsen cukor, vagy nem sok szerintem. Hát ott az érződik, hogy nagyon jó pofák a szereplők. Működik, imádom, tökéletes. De ott is érződik, hogy ez úgy van megírva ez a karakter, hogy túl jó fej, túl jó pofa, minden túl pozitív, tehát benne van ez. Noha, beüt azért a valóság. Persze, rendesen. Igen, igen, meg azért mögé látunk, tehát, hogy mi van a jobbofás mögött egy-egy karakternél. De hát, főleg a főszereplő kapcsán, a Ted Lasso kapcsán.
Hát a... milyen depresszióval küzd konkrétan. Hát a Goldberg család kezdte el azt, amit aztán az ifjúságon még tovább vitt, hogy ez a cuki család, de azért vannak hülyeségek. Igen. Tehát, hogy mit tudom én, az apja azt tulajdonképpen jobban szereti a kutyát, mint őket. És ugye ezzel úgy viccelődnek, igen, de közben meg, hogyha adott szituációban választani kell, a kutyáért megy vissza. Tehát, és akkor ugye eszembe jut, hogy az Addams Family-nél mindig odaírták, hogy valós események alapján, vagy legalábbis elmondta az alkotó, hogy a saját családjának készítette. Hát, hogy körülnéztem volna ott a gyerek szobájába, vagy nem. Úgyhogy, tehát akkor vannak jó előzmények, meg rossz előzmények, meg jó folytatások vannak. De most csak van. Azon mondok, hogy jó folytatások. Nem ez a múlik. Én például nem szeretem azt, hogy a Keresztapa 2-t jobbnak tartják, mint az 1-et. Szerintem az 1 jobb, pont. Most ez... Nem, ezzel simán lehet. Mind a kettő nagyon jó, szerintem. Egyik ezért, másik azért. Én nem nagyon teszek különbséget köztük. De szeretik mondani. Na, van, mondják, hogy hát igen, mert egy nagyon jól sikerült folytatás. Igen, de ezt aztán ritka, nem hogy mondanám, hogy van sikerül egy ilyen közmegegyezés, hogy a kettő. Ja, szerintem sincs egyébként. Nincs, ezt így egymás mellé szokták tenni. Igen. Nézd meg az IMDb-n, előrébb van a Keresztapa, mint a Keresztapa. Igen, hát azért az már mégiscsak legyen úgy. Na. Ha nem lenne a Remény rabjai? Igen, egyébként a múltkor megnéztem. Tehát az, amikor tudod, nem akarsz megnézni egy filmet, csak így izé kapcsolat, és az első 2 percnél tartott, és mondtam, hogy nem nézem, még dolgoznom kell, nem nézem, majd a reklámnál el, uh-huh, és kapcsolat. Végig néztem, nem lehet nem megnézni. Lehet, nem. Igen. Tehát valamit tényleg tud. Valamit. És ezért sajnálom, hogy így Stephen King így nem gondolta azt, hogy kéne még néhányat ezen a halálás. Igen, tehát, hogy nem mindegy, hogy mindenképpen rémizgetni kell. No, úgyhogy szerintem most előzményeket is, meg utózmányokat is, szóval a folytatásokat is megbeszéltem. Meg mellőzményeket. Igen, és néhányról kiderült, hogy mind mellőzmény, de... Ezt meg kéne védetni a spin-offra. Igen. Spin-offra. Mellőzmény. Jó, de van azért egy negatív hang. Hát... spin-offnak önmagam, vagy nem, tehát ez eleve nem egy, ez ilyen mellék dolog, tehát kicsit hogy... pornós. Na jó, de benne van a mellőzés. Igen. Nem arra gondoltam, ja, hanem hogy valamit mellőzöl. Igen. Ja, hát erre nem gondoltam, oké, lehet. Szóval még ezen dolgozunk. Igen, még dolgozunk rajta. Az ötleteket várjuk, és őt minősíthetitek is, hogy a mellőzmény jó-e. Tulajdonképpen már végeztünk is, kivégeztük az előzményeket, és Villányi Dániel volt a vendégünk. Köszönöm, Ágnes. Te mondtad, hogy szeretnéd így hallani, és én a kívánságot parancs, és itt volt Szöröskei Gábor is. És ti már Ágnes. Így van, úgyhogy most így állt össze ez a 3-as csoport, ez volt a Full HD Klub, és a jövő héten ugyanekkor, ugyanitt köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!